walk out. Oh, Kit Kat! Where's my bag? Jó, hát én is örülök, de nem is így csak. Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Ma csomagbontós videó lesz. Ezt a csomagot Németországból kaptuk, ezt le is teszem, amíg nem bontjuk ki. Ez egy nagyon nagy csomag és nehéz. És képzeljétek el, hogy van még itt három csomag. A Jani azt mondta, hogy ebbe kaparós sorsjegyek vannak, úgyhogy amit ma kaparunk, azt ti megkapjátok. No! Képzeljétek el, hogy ma nagyon örültem ennek, felbontottam, mert nem volt rajta címzet, de engedjétek meg, hogy ezt a boldogságomat átadjam nektek. Ebben pénz van, méghozzá dubai pénz. Gábor írt nekem egy levelet, képeslapot, figyeljétek meg, nagyon durva. Van két képeslap benne. Kedves Dani, ezzel a japánoknál szokásos újévi üdvözlő lappal szeretnék kellemes ünnepeket kívánni. Az üres lapot édesanyádnak szántam, továbbá ne ijedj meg, az nem játékpénz. Egy jó barátomnak hála, én már megjártam az emirátusokat, és amint látod, a megmaradt emirátusi dirhamot elküldtem. Nem tudom, hogy kell mondani, bocsánat, neked, hogy használd fel az államutazásod során. Hát ez fantasztikus ajándék, mert ugye nekem nagy álmom, hogy Dubajba menjek. Nem tudom, hogy ki tudja, hogy mennyi ez. Ha jól beírtam internetre, 3700 forint lehet ez. De csodálatos ajándék. Számomra ez nagyon-nagyon jól esett, úgyhogy köszönjük szépen Gábornak. És az üdvözlőlapot is, szuper! Akkor ezt a csomagot közönség találkozón Bennettől kaptuk. Képzeljétek el, hogy nagyon szereti a videónkat. És van benne minden! Van benne rajzocska. Ádi Ákos, hú, nagyon szuperek ezek a rajzok. Köszönjük szépen, hogy ennyit foglalkoztok velük. Mindig boldogsággal tölt el ez az egész dolog. Csokoládé! Csokoládé! Nem semmi csokoládé ez. Amúgy nagyon jó ez a gamer asztal most már. Sokkal jobb, mint a kis asztal. Azt, ezt nézzétek! Oppa, ilyet még nem is ettünk! Micsoda karácsonyi ajándékok, gyerekek! Micsoda karácsonyi ajándékok! Van benne sör! Sör? Nem semmi. Mit akar? Inkább ide rakom, mert elveszi a gyerek, nézd meg. Na, jól van benne. Oppa! Kókuszos, rumos csoki golyó, úgyhogy nem kapsz ilyet. Már megint rá vagy törögve. Rumos csoki golyó. Jó, van benne itt, asztal, ez is milyen csoki lehet. Hát nem semmi! Nem semmi, megjött a Jézuska! Ez meg valami sütemény! Óriási, nagyon finom lehet. Jó, szuper! Nagyon jó kis rajzok ezek is. És a német csomag előtt kaparjuk le a kaparós sorsjegyeket, hogy azért majd legyen egy kis izgalom. Jó, ez is rajz. Tök jó, mert ezen az asztalon nagyon sok minden elfér. De jó, vannak benne még ilyen apróságok, focis kártyák, úgyhogy Bennettnek nagyon szépen köszönjük tényleg ezt a fantasztikus ajándékot, és megismerkedtem a szüleivel is, nagyszerű családjuk van, úgyhogy köszönjük szépen. Ezt is kibontjuk, levél. Szia Dani, ez az első csomagom, amit nektek adok. Remélem, hogy tetszeni fog, bocsi a csúnya írásért. Te vagy a kedvenc videósomat, köszönjük szépen, nagyon nagyra értékeljük. Hálásan köszönjük ezt a sok ajándékot. Jó, akkor kaparhatjuk a sorsjegyet, és amit nyerünk, az természetesen a srácok fogják megkapni. Jó, oké, és örültök neki? Igen! Ja, nagyon jó, köszönjük. Nézd, rátapad, nagyon nagy felfedezés, szuper. Ezt a dubai pénzemet elteszem a szekrénybe. Jó, aki ti is jöttök velem Dubajba? Aha, hogy? Hogyne? Jó, oké. Okay. Családdal megyünk. Szuper, hát igen, reméljük, hogy minél előbb. Oké, okay, és 2020-as képes lap ráadásul. Most pedig akkor kaparjuk le a sorsjegyet, de először kibontjuk. Négy darab kaparó sorsjegy van benne, 500 forintos, úgyhogy köszönjük szépen. Itt egy nagyon jó levél Jánostól. Szia Dani és srácok! Áldott és kellemes karácsonyi ünnepet nektek és kedves családotoknak. Hálásan köszönjük, viszont kívánjuk. Srácok, szerintem nagyszerű emberek vagytok. Dolgozzatok össze és tegyétek még érdekesebbé Dani weboldalait. Kérjetek az égtől segítséget, hogy százszor jobban működő
legyen Dani weboldala, azáltal, hogy 100-szor érdekesebbé teszitek. Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. Minden égi és földi jót, hisz mindannyian megérdemlitek. Minden jót kívánva, János. Hálásan köszönjük, János. Ez egy nagyon nagyszerű ajándék. Tényleg mindig el vagyunk ábrázolva, hogy milyen nagyszerű ajándékokat küldtök nekünk, és ezek a szép szavak is mindennél többet érnek. Köszönjük. Most pedig lekaparjuk a sorsjegyet. Hozd ide az 5 forintos tárgyhoz a szalomról, és azzal fogjuk lekaparni. Na, srácok, itt van a 4 darab blackjack, és akkor ezeket fogjuk lekaparni, jó? Kezdjük. Tudjátok, hogy mi a lényeg? Ennél a számnál kell nagyobbat. 10-esnél, azért 10-esnél nagyobbat lehet, ugye? 9, 4, 8, és 6, semmi baj, jöhet a következő 11-es. 11-esnél a 7-es nagyobb? Nem. 6, 5, és 4, semmi baj, következő 9-es, 8-as, 6-os, 4-es, 5-es, vadállatkaparó sors, egy nem bírom, 20-as, annál már csak a 21-es találhatjuk itt meg, 4, 5, és 6, hát sajnos ez nem nyert, de egy még bónusz játékkal nyerhetünk. 11, akkor hanyas szám kell, 10. hogy 21 legyen, 10-es kell, és 6-os lett, sajnos. Semmi baj, van még 3 kaparós sorsjegyünk. Azon még nyerhetünk. Jó, azon még nyerhetünk. 13-as, jó, 6-os, 8-as, 4-es, és 5-ös. 10-esnél nagyobb, azért az vagány, nem? Hogy 10-esnél lehet nagyobbat találni. 9-es, 5-ös és 6-os. Jó, 16-osnál kell nagyobb. 11, 4, 10 és 15. Na nem semmi. 20-as, 6-os, 5-ös, 11 és 4-es. Bónusz játék. 6 meg 8 az mennyi? 14. Akkor hanyas szám kell? 7. És 4-es! Azt hittem már, hogy 7-es. Semmi baj, srácok. Meg most nyerjük meg a főnyereményt, jó? 16-osnál kell nagyobbat találni. 4-es, 7-es és 8-as! Semmi baj. Jó, 18-as, 10-es, 5-ös, 16-os, azt! És 21-es, srácok! Beadta mennyit? Beadta, mindjárt megnézzük. Beadta mennyit, azt mondja. Lehet, hogy több játékon is nyerünk. 13, 4, 8 és 6. Akkor itt nyerjük meg a 25 milliót, jó? Reméljük, reméljük. 12-es, 6-os, 11-es, 16-os! Ez is nyert! Szép! Bónuszjáték! Bónuszjáték! Hát de ott már nyertünk úgy, úgyhogy mindegy. Jó, 2 meg 7 az mennyi? 9 meg 11, az 20, nem jó, 21 kell. Na nézzük, mennyit nyertünk itt. 500 forintot, meg 500, 1000 forint, srácok! Egy-egy 500-ast kaptok! Szuper, nagyon jó. Egy kis zseppénz karácsonyra, Jézuska hozta. Szuper. Jó, 10-es, Jani Jézuskája. 10-es, 9-es, 7-es, 5-ös és 4-es. Semmi baj. Semmi baj, 17-esnél kell nagyobbat találni. 15-ös. És 4-es, semmi baj. Nagyon sok szó volt a 4-es, 13-asnál kell nagyobb. 4-es, és 11-es, hát nem semmi. Utolsó előtti játékunk, 15-ösnél kell nagyobb. Nézzük, nézzük, 7-es, jó? És a bónusz játék, srácok, 96, 15. Akkor? 6. És 2-es, az semmi baj, srácok! Köszönjük szépen Janinak, hogy 1000 forinttal gazdagabbak a srácok! És most nézzük meg a német csomagot!
utolsó csomagot kaptuk Józseftől Németországból, és képzeljétek el, srácok, hogy József írta, hogy a 18 hónapos gyerekével nagyon szeretik a csomagbontós videóinkat. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, köszönjük szépen! Várjatok, majd én pakolok, jó? Nem hiába volt ilyen nehéz ez a csomag. Először a levelet olvassuk fel. Azt a neki. Ez nagyon durva. Ezt figyeljétek. Szia Dani, Ákos, Ádám. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt, sok feliratkozót. Viszont kívánjuk. Először is gratulálunk a 300 ezerhez. A csomagunkban van egy kis karácsonyi nasi és szilveszter egy üveg pezsi. Reméljük épségben odaért a doboz. Mi és a kisfiunk szeretjük a videóidat, sokat szoktunk nevetni rajtuk. Sokszor a reakció dolgokra váltanak kérmet bennünk, te vadállapucs. Az nincs, de száraz tészta akadhat. Nagyon jó ember vagy itt tovább. Csenge, Józsi, Benya, te vagy a legjobb. Köszönjük szépen. Nagyon kedvesek vagytok. Először is, ami szemet szúr, gyerekek. Ez egy óriási Nutella. 75 grammos, gyerekek. Ez egy óriási Nutella. Egy üveg pezsgő. Nem is akármilyen pezsgő. Köszönjük szépen. Ez hihetetlen, oszta! Ez valami újfajta, gyerekek! Ú, ez erre emlékeztek! Ó, nagyon finom! Nagyon finom, hát igen, mert Németországból küldték. Németül vannak rajta. Jó, oké. Van oszta ebbe is. Mennyi minden csoki van benne. Gyerekek! Köszönöm. Akkor ezért volt ennyire jó, nézsz. Oppa, ez micsoda? Ez tényleg száraz tészta. Ne, kaptuk német tésztát, köszönjük szépen. Nagyszerű, ennek örülni fogtok. Azt! Fejezd már be, én is örülök. Nem semmi. Hát gyerekek, ez nem volt olcsó dolog. Nézzük. Oppa, ez nagyon finom chips. Chips! Ez nagyon-nagyon és finom chips. És ilyet akartam benne. Tényleg? Ez is chips? Vége. Valami rákcsa. És még nincs vége. Csokoládé. Konyakleges, nem? Gyerekek, nem semmi. Jó, ez micsoda? Ez autóra illatosító? Autóillatosító szerintem. De jó, a kis Peugeotba jó lesz! Nagyon-nagyon örülök. Vagy ha lesz új autó. Ja, igen. Jó, nyalóka! Ja! Nyalóka! Nagyon! Ú, a kedvenc! A kitkát! Fejezd már be! Hát, de örülök! Jó, hát én is örülök, de ne visítsál! Hú, nagyon jó! Vagy ő isítom, én szoktam, igaz? Nagyon finom. Csokoládé. Csoki. Na mit kaptatok szilveszterre? Na. Nagyon jó, csak ennyire szól. Szerintem anyáik is örülnek. És van benne még náfoly. Oh, náfoly. Hát nem semmi, gyerekek. Ez aztán a Jézuska ajándéka. Ez nem semmi. Nagyon-nagyon köszönjük. Hihetetlenek vagytok, hogy ennyi mindennel megleptek bennünket. Köszönjük szépen. Szeretnétek valamit mondani, srácok? Köszönjük szépen a csomagokat! Tényleg nagyon hálásak vagyunk, és áldott ünnepeket kívánunk nektek is. Nagyon szeretünk ajándékokat kapni. Ne haragudjatok, én mindig nagyon boldog vagyok. És remélem, hogy örültök a mi boldogságunknak. Tessék, Ádika! Én jobban örültem most, mert ortipáltam. Te annyira örültél, így van! Úgyhogy nagyon köszönjük! Ha tetszett a videó, akkor... Lájkoljátok és iratkozzatok fel a Nathániel csatornájára! Köszönjük szépen! Sziasztok!